ők bontottak szerződést velem. Nem erre számítottam, negyedik évemet vagy szezonomat töltöttem a klubnál. Derültékből villámcsapás volt az egész. Utána nyilván egy kicsit sokkal voltam pár napig, de szerencsére jöttek ajánlatok, több is, ami mindegyik, tehát mindegyik elég kedvező volt, tehát több jó ajánlatom is volt. És úgy gondoltam, hogy ez is egy fiatal, tehetséges csapat, és van bennük potenciál, már van régóta szimpatikusak nekem, és ezért választottam a Vasast. Hát többükkel játszottam együtt, ugye Miskolcon a Halek Marcival és Miklós Levivel, valamint még utánpótlás korú volt, de akkor a Kis Bálint is ott volt ugye, egyesületben, de szinte mindenkit ismerek, úgyhogy ellenfélként, úgyhogy gondolom, hogy elég hamar be tudok majd illeszkedni és megtalálni a közös hangot velük. Örültem nagyon, hogy egy fiatal vezetőedző van, aki szeretne még feljönni és tanulni, tehát nyitott az új dolgokra. Ő például ellene is játszottam még játékosként, nem is szerettem annyira a lövéseit, de szerencsém most már a parton van, úgyhogy örülök neki nagyon, és eddig minden a munka nagyon jól halad. A Vasas mellett szólt Máté Falvi Csabának a személye, hogy vele tudok készülni nap mint nap, és ez meghatározó számomra, mert ilyen kapus-kapus edző még nem volt. Branislav Mitrovicsal dolgoztam együtt az Egerbe, és ő tekintető két évig ugye alatta fejlődtem, de utána Miskolcon magamra voltam hagyva, utóbbi évben már Kis Istvánnal dolgoztunk együtt, és ezért pozitív volt a Vasasnak az ajánlata. Fiatal, tehetséges kapusok, szerintem sokra vihetik majd, meg nekik is ugye előny, hogy a Csabával tudnak együtt dolgozni, úgyhogy úgy gondolom, hogy később meghatározó kapusok lehetnek a magyar élvonalban. Sajnos ezeken a meccseken nagyon-nagyon sajnálom, nem tudok vízbe ugrani, mert a Magyar Szövetség Szövetségnek az átigazolási politikája szerint az alapszakasz után van egyetetes átigazolási időszak, úgyhogy én ezt a 5 meccset, ami hátra van még az alapszakaszból, ezt ki kell, hogy hagyjam. De bízok benne, hogy a srácok jól fognak játszani, és be tudunk jönni a legjobb felsőházba, a legjobb 8-ba, és ott esetleg egy jó eredményt elérni.